Sziasztok! A mai videóban Valentin nap alkalmából a Baby Valentine nevű elemet fogom nektek megmutatni, vágjunk is bele! A Baby Valentine-t egy külső tért hajlatakasztásból fogjuk indítani, vagyis Gemini-ből. Csinálunk egy bicskát, innen akaszt a külső térdakasztás, és megérkeztünk a Gemini-be. Innen a külső kézzel lenyújtózunk, és elkapjuk a rudat a fejünk alatt úgy, hogy a hüvelykujjunk van fölül. Innen a belül lévő lábat magunkra húzzuk, és elkapjuk a belül lévő kézzel, innen a combunkon kívülről. A belül lévő kézzel elkezdjük hátra húzni ezt a belül lévő lábat, és itt azt kell érezni, hogy az oldalunk és a felkar között nagyon jól összezárt a rúd. Hogyha is stabilak vagytok, akkor meg lehet próbálni kicsúsztatni a térdhajlatakasztást lábszárra. Innen hátul lévő lábunkat combhoz visszazárjuk, itt fogjuk tudni visszaakasztani a térdhajlatakasztásunkat, és vissza tudunk jönni belőle a talajra. Tehát itt, ami nagyon-nagyon fontos lesz, az az, hogy amikor a belül lévő kézzel elkapjuk a belül lévő lábunkat, és elkezdjük húzni, feszíteni hátra, akkor megpróbáljuk elérni azt, hogy itt az oldalunk és a felkar között minél jobban összezárjuk a rudat. Ehhez egy picikét behajlítjuk ezt a könyököt, illetve homorítunk, amennyire csak tudunk. Itt amellett, hogy megpróbáljuk beszorítani a rudat, az is nagyon sokat fog segíteni, hogyha alapvetően a bőrötök jól tapad, úgyhogy ezzel kapcsolatban is mindenképpen menjetek biztosra. Amikor pedig kihúztátok a lábat hátra, és azt érzitek, hogy az oldalatok megfelelően tart, akkor meg lehet próbálni kivenni az akasztást, térdhajlatból ki fogunk csúszni lábszárhoz úgy, hogy a rúd ide boka fölé fog kerülni. Mindeközben az a kéz, amit lefogtunk az elején a fejünk alá, az egy picikét eltol. És amikor szeretnétek belőle visszajönni, akkor először azt a lábat fogjuk visszahúzni, amit kifeszítettünk hátra. Ezt, ahogy visszahúzzuk, a combunkhoz zárjuk a rudat, itt a combunk, az oldalunk és picikét továbbra is a felkar, az megtapad és tart. És hogyha ez mind jól tart, akkor könnyedén vissza fogjátok tudni akasztani a térdhajlatakasztást, és onnan egy bicskán keresztül vissza tudtok jönni a talajra. Ez az elem kifejezetten jól néz ki forgórúdon is, sőt, talán még egy picit könnyít is rajta a forgás, megmutatom nektek így is. Mutatok nektek egy variációt, amit kipróbálhattok akkor, hogyha a Baby Valentine már nagyon magabiztosan megy. Azzal fogjuk nehezíteni, hogy megpróbáljuk elengedni az alul lévő kezet. Ebben a variációban kifejezetten fontos, hogy jól megtapadjon az oldalatok, illetve a felkar, hiszen most ez a két pont fog benneteket tartani. Köszönöm, hogy megnéztétek a mai videót, remélem, hogy tetszett és hasznosnak találtátok. Hogyha szeretnétek, hogy a Baby Valentine-nal egy jó kis kombit is csináljunk, és arról is töltsek fel videót, akkor ezt mindenképpen írjátok meg kommentben. Illetve, hogyha volna bármi kérdésetek, azzal kapcsolatban is nyugodtan írjatok. Jó edzést kívánok nektek, illetve boldog Valentin napot! Sziasztok!